Sziasztok, Wiser vagyok, és van itt egy reklám, amit én is, meg a vendégszereplőm is, ki nem állhat, de mégis emlékezetes maradt annak köszönhetően, mert a minden a kettőnk birtokában egy CRT televízió van. Aminek ugye megvan az a sajátossága, hogy 4:3-as képarányú, és mivel ez a reklám szemmel láthatóan egy 16:9-es felvétellel rendelkezik, ezért így a képernyőnek a bal és a jobb szélét levágja, amelynek következtében kialakult ennek a videónak is a címe, miszerint fos vagy. Ez természetesen rám is vonatkozik, meg talán erre a reklámra is, de szia Martin! Sziasztok, T-Marty 3000 vagyok, miért kellett az elején lelőnöd már a poént? Mert... ez majd magyarázatra fog szorulni, először nézzük meg a reklámot. Igen, nézzük meg a reklámot, úgyhogy most így be fogom vágni ide a reklámot teljes egészében. És indul is. Az internetes zaklatás ellen a gyermeked egyedül nem tudja megvédeni magát. Rád van szüksége. Készült a Média Unió Alapítvány megbízásából. Ezt a reklámot mind a ketten emlékezetesnek tartjuk, de nem azokból az okokból, amelyből a Média Unió létrehozói akarták volna, hogy emlékezetes maradjon. Tehát most kezdjük azzal, hogy akkor most így, megint így be fogom néha egy vagdosni videókat. Tehát kezdjük azzal, hogy itt van egy kisrác, aki hát így szemmel láthatok szerintem egy általános iskola 7.-8. osztályos, vagy talán első-másodikos gimnazista. Hát az életkort nem tudom megtippelni. Gondolom te sem. No. Tehát így elindul ezzel, amúgy tök jó, hogy narancssárga pólót visel. Értem én ezt a burkolást, meg ezt a burkot reklámot, hogy szabadzon a Fidecre, de azért ennyire tudatosan ne vigyük már. Tehát így elindul, hátizsák, minden szársai, minden happy. Tehát így hátam mögött ott van néhány illető. Hogyha esetleg már itt róla beszélnek a hátam mögött levő hölgyek. De még azt, hogy nem rendelkezik olyan hallása, hogy esetleg ő ezt meghallja. Mert hogyha róla beszélnek és ismeri a hangjukat, akkor nincsen az, hogy nem hallja meg, és akkor nem lenne indok arra, hogy ő mosolygjon, hanem megfordulhatott volna, és mondhatta volna neki, hogy ne beszéljetek rólam, köszönöm. Vagy azt, hogy no. Mert amúgy ez nem feltétlenül hallhatta, mert folyosók általában zajosak szoktak lenni, de ebben ne kössünk inkább bele. Igen, de tőle fél méterre sincsenek. De már itt az felmerülhet, hogy miért nem beszél senkivel. Mert forever alone. És már szedi elő a kék telefonját. Milyen telefon az, ami kék színű, bazd meg? Trendy Nokia Lumia. Vagy már Microsoft. Tehát azokat adják ilyen rikító színű. A calma, a zöld, jóló, meg sárga színbe. Na de mindegy. Amúgy bezárták azt hiszem esztergomi Nokia gyárat. Magyarországon volt egy Nokia gyár, amit bezártok. Úgyhogy, na hát, milyen burkolt utalás ez arra, hogy közbassz meg, hogy elmentetek. Nekem is az van. Kusoljál. 250 új munkahely. Hadd mondjam már el. 250 új munkahely fog berogán. Így van, szóval. Így, tök jó, 6 percet beszéltünk, és még a reklámnak a második másodpercet. Nem igaz. Tehát látod, mit hozol ki belőlem? Te szerencsétlen, te szar, hogy most minden hülyeségről beszélek. Amint most én is zaklattak téged, bocsánat. Amúgy észrevetted, hogy a hátam mögött levő hölgynek is narancssárga van a ruháján? Nem akarom ezt elhinni. Na, szóval megy. Itt veszed ide a telefont. És itt mennek le a lépcsőn, és akkor már alakul a hangszerelés a zenében. És itt megy a lépcső soron. És itt még mindig mosolyog, és ott a hátam mögött még mindig beszélnek, de hogyha, de várjál. Most tudod, hogy mi esetlen nekem, ami eddig nem? Martin. Mi? Tehát, hogyha itt még nem róla beszélnek, akkor miért van az, hogyha ki fognak majd menni innen az iskolából, akkor hirtelen róla kezdenek el interneten beszélni?
Hol van ebben a logika, ebben a reklámban? Ezt most magyarázzák nekem. Tehát, hogyha itt nem róla beszélnek, akkor miért van az, hogy kiléptek az ajtón, és egyből róla kezdenek el beszélni az interneten? Mert csak kint van wifi. De hogyha az iskolának van wifi-e, akkor nem magyarázd meg nekem azt, hogy bent nem lehet fogni a wifi-t, te szerencsétlen. Ne, köss bele ebbe! Nem, mert iskolát besomagolták alufóliába, hogy blokkolják a wifi-t. Aha, szóval erre megy a stadionok mellett a pénz. Értelek? Jó van. Szóval itt megy a lépcsősoron. Na, diáknap. Azt mondja, hogy június 12-én. Hát az már picit régen volt, amúgy itt is tök jó, hogy milyen meglepő. Jobboldali srácnak már telefon van a kezében. Pont a jobboldali, érted? Megint jobboldali. Na, akkor most vagyunk. Lenn az utcán! Nincsen kegyelem. Lenn az utcán, nem Budapesten, valószínűleg a belvárosban, Rogán. Úgyhogy itt van a fordulópont a reklámunkban. Jaj, de jó. Tehát, kilép az ajtón. És itt hirtelen belefingött egyet a Nokia mobilja a kezébe, vagy nem tudom, de így hirtelen előjön, és itt, ez mit akar jelenteni? Megbökik Facebookon? Nekem a célpont videója jutott eszembe róla. Tudom, mit fogok csinálni? Ide be fogom vágni ezt a videót. Szerintünk Orbán. Nem. Geci. Visszát! Tehát ez azt akar jelenteni, hogy ő egy. És ez nem szponzor akar lenni. Na, menjünk tovább. Menjünk Hoppa. Tovább. Itt gondolsz, hogy itt már elkezdték basztani. Amúgy ez azt akar jelenteni, hogy a hátam mögött basztatják. Tehát. Benne az iskolában még nem. Kiléptek az ajtón, és már azonnal igen. Hát igen, mert az iskolában az ófő figyeli, hogyha basztatod a kiközösített gyereket, de ha kilépsz, akkor már nem. Érted? Amúgy másik, a hölgyikének ott a bal oldalt, akit el akar a... annak meg rózsaszín mobilja van. Na hát, tehát fiúknak mobil, lányoknak mobil. Majd valószínűleg majd lesz nemzeti mobilgyártós. Mobilgyártó szolgáltató Kft. NES. Mindegy. NES! És ott várjál, aki pedig től jobbra van, az ott most egy fotót csinál róla éppen? Mert úgy tartja a telefont. Na jó, oké. De Martina, nincs is bekapcsolva a telefonja a srácnak. Nézd már meg! Most eszem észre, hogy ki van kapcsolva? De! Hát ez mi? Hát nézd, ki van fekete a képernyője? Mi a fasz? Kész. Én tudom, mi történt itt. Na, oké, magyarázd meg. Na, küldtek neki egy valamit, ami hirtelen kikapcsolta a telefonját, és ezt a reakciót fotózták le. És azt gyanítom, hogy szintén kikapcsolt telefonnal. Ami most éppen eltűnik ott a bal szélen, az viszont... az a kikapcsoló program akar lenni? Igen. Te Martin, tudod mi jutott az eszembe erről? Mi nagyon túl komplikáljuk ezt a valamit. Szerintem is. Basszus, 8 órája beszélünk egy félperces reklámról. Itten oda rohan melléjük még valaki, és most ő is elkezdi basszatni. Tehát most így mindenki hirtelen, mind a szerintem hatan vannak mögötte, mind a hatan őt egyszerre basztatják, amire ő büdös a tenyerem, arc kifejezésre reagál. Fettel, nézd, szaros az ujjam. Nézd, dislike! Erre a videóra is nyomjátok rá, de tényleg. Loser, ez is rám vonatkozik. És jaj, hirtelen elkezd elrohanni. Valószínűleg ez a Facebookot akarja takarni, ahol valószínűleg több mint 6 barátja van ennek a 6 illetőnek. És nézd meg, papírkutya. Ez mire vonatkozik, hogy papírkutya? Most ez milyen beszólás, hogy papírkutya? Mi a franc az a papírkutya egyáltalán? Hát ez már túl öregek vagyunk, hogy ezt tudjuk. Pamkutya, nem kutya, nem tudom. Mit akar ez jelenteni? De várj, ott jön még egy kifejezés. Nézd, itt van újra a trollfész. Magyar trollfész.
Úgy van, lokalizáltuk a Trollface. Nagyon elcseszett Trollface paródia akar lenni. Így van, és rohan. Cause I'm always running when I'm on the streets. És nézd, narancs van ott az a... Egy narancs van az asztalon. Mármint amelyiknek csak a híja van ott. Mert már megette a Ugye érted, hogy miért van egy narancs az asztalon? És miért... Hogy színt adjon a videónak. Miért hallgattam rád? Komolyan, nem. Tudom. És ott van a papa, meg ott van a mama, aki a háttérben egy eléggé nagyon színes és eléggé óriási hűtőszekrény. Itt a hűtőszekrény fölött van a mikró? Mindegy. Tehát ott a papot a laptopon valószínűleg nyomja a Quake Live-ot. Szia fiam, hogy vagy? Iberóan. És most érünk oda a kedvenc jelenetünkhoz. Nézd, gyíkbőr. Gyökér, pa. És most jön az, hogy... Offos vagy! Ez az! És akkor itt most magyarázzuk el, Martin, hogy mi az, hogy fos vagy. Na, én ezt a reklámot, amikor először megláttam, akkor tényleg csak azt láttam belőle, ebből a részből, hogy fos vagy. Mert azért CRT TV-n vagy 4-3-as képarányon csak az látszódott, és írtam Weiser-nak, hogy ebbe a reklámba az van, hogy fos vagy. Aztán rákeresett YouTube-on, és írta neki, te az nem fos vagy, az off-fos vagy. Mondtam, hogy pedig én azt fos vagynak láttam. Aztán kis idő múlva, vagy nem tudom, pár nap múlva meg írtad, hogy tévén tényleg annak látszik. Igen. Tehát így emiatt van ez az egész. Tehát hogyha ez nem lett volna, meg ezek a jelzők. Hogy ezek nem lennének, akkor valószínűleg ugyanúgy maradt van ez a videó. De hogyha nem lett volna benne ez, hogy fos vagy, akkor valószínűleg ez a videó sem jött volna létre. Amúgy tök jó, hogy ott a diszlák mellett ott van egy disznóorú szemüveges fej. Ami egy seggből jön ki. És a seggből lesz egy trollfész. De várjál, hogyha még egy paragép. És itt nézd, jön a LOL fejű mémből a ha-ha-ha-ha-ha dislike pápa szemes. Ja, ez eddig fel se tűnt nekem, hogy az a LOL fejből van. Hát nagyon úgy néz ki. Rád van szüksége. És jönnek a szülők, és így egyik kommentel írta, hogy nagyon 90-es évekbeli hangulata van ennek a zongorás résznek a reklám végén. Kibaszottul egyetértek, és bocsánat, hogy nem tudom, hogy ki volt az itt, és nagyon szélesen elmondanám az illető nevét, és így átmegyük jó a gitárzenébe. És megint ott van a kék telefon a kék füzet fölött. Na hát, hogy ez milyen véletlenül van összerakva? Hogy azt nem csodálom, hogy nincsenek itt, nincsen narancs az asztalon. Egyéb vélemény még van esetleg így a végére? Nincs. Azon okay. Kívül, hogy fos vagy, elkezdtél recsegni. Lehet a legjobbkor. Tudosságos, sajtos képvés, most pedig. Sziasztok! Csúcsal!